belépő egy pia, ezt kell hoznia mindenkinek, és akkor azt mondjuk... Jogosítvány fordítani, kérjék átnyújtani! Kérem, vigyázz! Figyelem, nem fordult nézett számítógépén, fizessen ezek itt! Barátokat láttunk, ugye, akik egymás befolyása alá kerültek, így alkoholfogyasztás ügyileg, és egymást ugye támogatták a hülyeségben. Úgyhogy erről láttunk egy színdarabot, ugye az alkoholfogyasztás hátrányairól és következményeiről. Amikor itt a végén volt ez a kisebb verekedés összezörrenés, akkor is ugye eszembe jutottak emlékek, amikor két barátom összeverekedett, hogy ez milyen rossz érzés így külső szemmel nézni, hogy ilyen történik a barátokkal, és hogy ennyire lecsúsznak meg, szédesnek. Egy olyan darabot láttunk, ami a fiatalok alkoholivásáról szólt, és hogy ők ezt hogyan kezelik, és hogyan tudnak ebből jól, vagy éppen rosszul kijönni. És hogy mit tesz velük ilyen fiatalkorban az alkohol. Azt kell, hogy mondjam, hogy az alkoholfogyasztási attitűd az alapvetően jelen van. És ugye, ha most itt ilyen nagy mondatokat szeretnék mondani, hogy az abszinencia, meg az alkohol ölbutít és nyomorba dönt, ami persze tök igaz, hiszen hogyha megnéznénk, hogy hány családot vert szét, most akár szó szerint értendően maga az alkohol, azért csak 30 ezeren meghalnak évente Magyarországon alkoholfogyasztás miatt. És nem úgy, hogy lerészegedik, felborul, beveri a fejét, belehal, nem a krónikus betegség, ez nem a fiatalokra vonatkozik, de hát valahol el kell ezt a történetet kezdeni. És ha kellő időben kezdél el, akkor kellő gyakorlattal az alkoholfogyasztás nagymesterévé is válhat bizonyos idő alatt. De hát persze lehet ebből ugye viccet csinálni, nem, én azt gondolom, hogy eléggé szomorú helyzet. Pont ugye ebben a korosztályban nagyon-nagyon hamar megtanulunk valamit az alkoholról. Az alkoholnál jobb feszültségoldószer nincs. És ott van az a 15 éves kamaszfiú, aki ugye hát olyan, mint egy 15 éves kamaszfiú, a 45-ös lábával, a 180 centiével, az 55 kilójával, a pattanásaival, az időnként szoprán, időnként bariton hangjával, viszont a kis hormonok már dolgoznak benne, és ugye már szimatolná a csajokat. Hogy benne van egy természetes gátlás, amit két feles tökéletesen meg tud oldani. És pozitív visszajelzései jönnek, ez a csávó nem is olyan köcsög, mint amilyen valójában, és már is megerősítés nyert az alkoholfogyasztás. Én már ittam alkoholt, attól függetlenül, hogy csak 15 vagyok, és nem iszom rendszeresen, tehát hogy van olyan, hogy megiszunk hárman egy korsó sört, így körbeadogatjuk, tehát hogy nem egy olyan durván. Én azt gondolom, a keretrendszer kialakítása az egy együttes, egy családi program. Szóval, hogy tényleg az, hogy mondjuk, mondok egy példát, lassan kezdődik megint ugye a Bajnokok Ligája, vagy mit tudom én, kézilabda Európa-bajnokság zajlik. Mi lenne, hogyha apa azt mondaná, hogy fiam, gyere, elmegyünk a kocsmába, megnézzük ott mondjuk a dán-magyar meccset. És akkor lemennének. És akkor ott az alatt a másfél óra alatt megisznak mondjuk egy sört, két sört. Üvöltöznek, drukkolnak, jól érzik magukat, és úristen, apa lement a 16 éves fiával, és a gyerek sört ivott a kocsmába. Hát borzasztó, nem? Összedőlt a világ. Kapott egy keretrendszert. És tök jól érezték magukat. Beszélgettek, röhögcsértek, drikáltak, üvöltöztek, stb. Miért nem lehet ezeket a dolgokat megcsinálni? Szóval én azt gondolom, hogy az, amikor ott leülünk, és mondjuk a gyerek betölti a 18-at, és akkor azt mondjuk, na, fiam, most, hogy betöltötted a 18-at, most már ihatsz alkohol. És akkor apa fogja ki egy porrat, tölt bele egy kis bort, kocintek, és ez egy képregény lenne, akkor a gyerek fejéből kijövő buborékba az lenne belévő fatára. Tudnád, hogy 15 évesen, hogy be voltam baszva az osztálykirándulással, akkor ez rögtön már semmi sem nyilvánulna ez a történet. Szóval én azt gondolom, hogy a keretrendszert közösen kellene kialakítanunk. Édesapám újságíró, és ezért nagyon sokat beszélgetek vele ilyen dolgokról, és ezért nekem van egy ilyen fajta idézeles előnyöm, hogy én erről többet tudok, többet láttam, ugye idősebbek is a barátaim, és tőlük nagyon sokat kérdezek én szinte, hogy mi történhetett. Mérték az érték, és fontos az arányérzék, tehát hogy ezzel tudnám tulajdonképpen megfogalmazni, hogy milyen az alkohol, mert hogyha tudatosan iszol, és annyit, amennyit ismered a testedet, és tudod, hogy mennyit tudsz befogadni belőle, akkor az nem egy probléma. Ha csak elvisz a ló, és akkor így nem tudod, hogy mit csinálj, akkor már az már akkor olyan negatív. És akkor ott van az a 17 éves, 18 éves nagyfiú, aki bekínálja a gyereknek, és ugye a gyerek azt mondja, köszönöm, kérek.
vodkás üvegből nem akar rágyújtani, a biofüves cigit nem akar elfogni, és akkor kap érte mondatot? Na jó van, kis köcsök, húzz el, innen csíra vagy. És a gyerek nem akar köcsög lenni, és nem akar csíra lenni, hogy mit csinál? Elfogadja. És ez megint honnan ered ez a probléma? Ez szerintem egy abszolút szülőhibás történet, mert hogy egy ilyen szituációban a gyerek már tisztában lenne azzal, mondjuk 13-14 évesen, hogyha ő erre a történetre azt mondja, hogy kösz, nem kérek, ő ettől nem lesz sem nem köcsög, sem nem csíra, nem több lesz, mint a másik, mert mert jó döntést hozni. Csak ez megint nevelés kérdése, ez megint mintának a kérdése, azt gondolom, és ez tanítható. De vajon mi? Ugye, mert most itt a gyerekeken verjük el a port éppen határozottan. Okos és bölcs felnőttek, mit tudunk nekik kínálni? 14-15 évesek vagyunk, és ilyenkor azt hiszük, hogy miénk a világ, majd mi eldöntjük, hogy mit akarunk csinálni, úgyhogy ennyi. Elgondolkozunk rajta, van, aki változni fog, nyilván mindenkiben fölmerül majd emlékként, amikor az alkoholfogyasztás szóba jön, de nem hiszem, hogy ennek olyan nagyon-nagyon elképesztően nagy változató erre jelent. Tehát, hogy nem hiszem, hogy valaki abba hagyná azért az alkoholizálást, mert megnézett egy ilyen színdarabot, de nyilván oktató jellegű, tehát lesz belőle valami. Ez egy nagyon bölcs mondat, azt gondolom, de szerintem erről lehet persze beszélni, persze, hát ők már abszolút tisztában vannak vele, ismerik saját magukat, ismerik a saját keretrendszerüket. Igen, kedves fiatalok, hát sajnos ez nem így van, mert ha ez így lenne, akkor mondjuk ez nem ilyen eredményeket hozott volna ki. Ugye ez a mostani vizsgálat, szóval az a baj, hogy nem tudja, és ezen kell lehet segíteni, tényleg azzal a baromi egyszerű mondattal, hogy ne legyen harmadik. És akkor nem kell itt számolgatnom, hogy most én hármat bírok, négyet bírok, ettem előtte pacalt üres gyomorra, ittam, stb. Ne legyen harmadik, és a történet meg van oldva. Ma már egyre több olyan iskola van, ahol tényleg egy dobozba jár, a 18. életévét betöltött jogilag felnőttnek számító, és mondjuk egy kis pokémonos hátizsákos kis kölök. Ők együtt jönnek ki az iskolában mondjuk háromkor, mikor vége a tanításnak, és akkor a 18 éves lelépi az 5 métert, elővesz egy doboz cigit, rágyújt. Megteheti? Meg. Hát nem, 18 elmúlt, 5 méterre eltávolodott az iskolától, kutyának nincs köze hozzá. Bemegy a szembe lévő kisboltba, vesz magának egy dobozos sört, megteheti? Megteheti. Senkinek semmi köze nincs hozzá. Mindenféle semmiféle jogszabályt nem szeg meg. Csak egyetlen egy baj van, hogy a pokémonos hátizsákos ezt látja. És a minták fölülről jönnek. És itt jön be az ő felelősségük, hogy vajon a nagy meg fogja-e kínálni a kicsit. És ha megkínálja, akkor jelentős módon nem fog tudni ellenállni ennek a történetnek. És pontosan ez a nagyok, akik már kicsit közelebb állnak a Benőtt a fejed lágya című történethez, a felelősség, hogy ne vigye bele a kicsit ebbe az egész történetbe. Engem nagyon szeretnek a barátaim, tehát, hogy rám sose tukmálják rá, vagy inkább az van, hogy én beszélem le őket arról, hogy most annyira ne toljuk túl, inkább menjünk el, dumáljunk, társasozzunk, vagy csináljunk valami más, de ne annyira ígyunk sokat. Nem olyan rossz eredmény, 21%. Azt gondolom, ez akkor tényleg csak minden ötödik fiatal volt már ebből. Tulajdonképpen az, hogy nem talál haza, esetenként mentőt kell hozzáhívni, én ébresztem őt reggel a kórházban, szóval lehet, hogy ennek is vannak fokozatai ennek az egész történetnek. Hát az a baj, hogy tényleg a kontrollvesztés után és a harmadik pohár után az embert már nem érdekli. És jön a negyedik, meg az ötödik, és akkor már lehet, hogy az ötödik után semmire nem emlékszik. De csak a nyolcadik után fog viszintes állapotba kerülni. Mi történt a ötödik és a nyolcadik között? A legdurvább alkohollal való élményem az az, hogy ismerősök verekedtek össze, ugye? Meg amikor az egyik barátnőmet kellett részegen hazavinni a villamoson, úgyhogy széthány mindent, az se volt egy kellemes élmény, és az anyukájának a szemében mondani, hogy igen, ivott, és ráadásul az illető cukorbeteg volt. Hogyan hat az alkohol az anyukra? Memória problémákat okoz. Nagyon. Mi volt a kérdés? Depressziót. És szorongást. Tanár úr? Igen? Hogyha az alkohol tényleg ennyire para, akkor nem kéne több embernek belehalni? Azt veszem észre, hogy nagyon hálásak a gyerekek, hogy lehet megosztani a véleményüket, hogy kíváncsiak vagyunk, és hogy közösen beszélünk, és szerintem ez egy nagyon hasznos formája a közös gondolkodásnak. És azt hiszem, mi sem mondjuk azt, hogy amit itt láttunk, illetve ez az előadás, ez megold minden problémát, viszont az, hogyha utána elkezdünk róla beszélgetni, és tudunk egy közös alapon beszélgetni, ez biztos, hogy hosszú távon sikeres és eredményes tud lenni.
Nagyon büszkék vagyunk, hogy a Szétcsúszva programot Magyarországon is el tudtok indítani. Ez egy globális kezdeményezés, egyébként az angol neve SMASHED, amit átültettünk magyar szövegkörnyezetre magyar forgatókönyvvel tavalyi év végétől. És gyakorlatilag ez a program azt hivatott segíteni, hogy felhívjuk a fiatalkori alkoholfogyasztás problémáira a figyelmet, és hogy ez milyen gondokkal, veszélyekkel jár, és hogyan lehet ezt felelősség teljesen megfogni, illetve odafigyelni, és minél hamarabb elkezdjük ezt az edukációt a fiatalok körében. Több mint 95%-a egyébként a gyerekeknek, akik részt vesznek ezen a programon, mondják azt, hogy tényleg tanultak valamit, illetve visznek el ebből a programból valamit magukkal. Poén volt az élet, hiába nyitva. De az alkoholtól szét lettünk csúszva.